Tehát miket nem veszük ezt a rendkívüli vételt, pontosan annak okán, amit felolvastam. És erre nem akarom munkáltatót beszélni, sőt, mint több a Marian azt jelentette ki, hogy ez a vétel semmi közel. Nincs közel a munkáltatók egészségi állapotához. Úgy érdekes mondatja, hogy a Pütnek van közel. Hát nyilván az milyen hallgat róla? Meg a KNBB. Hát hogyan rossz ebben lenne hozzá közel a szakszervezetnek ahhoz, hogy a munkáltató tagjai milyen állapotok között, milyen egészségi állapotok mellett végzik a munkájukat nap, mint nap, vagy a fenében, nem név szerint. Hát akkor mi a francnak készült ez a tájékoztató, ha szabad kérdeznem? Hát ne csináljátok el, szép szíves. És nem azért készült azt a védet, hogy a tapasztalatokról, a 10 éves működési tapasztalatokról tájékoztatás kapjuk, nem érdekel az a helyzet. Sokkal inkább érdekel az, amire már többször szóltunk, hogy miért van, ha a vizsgált személyek közül 24%-ának magas vérnyomása, miért kóros 60%-ának a vérzsírja, miért 17%-a cukorbeteg, a testvérnyomása mitől 44%-a valakinek, és miért kóros 34%-ának a mozgásszervi állapota. Hogy erre ne lehessen választatni, általában nyilván nem részeit kérdeztünk rá senkire. Az egy több mint vicc, hogy ez nincs köze a vétnek. Vagy én mutassam meg, hol van ez leírva. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi az oka annak, ami itt látható. A vérnyomás, a vérzsír, a vércukor, a testsúly és a mozgásszervi állapotoknak a nyomorúságos alakulása. Fokát. Ezt tudtuk, erre szeretnénk választatni. Erre. Nem pedig arra, hogy működik a végzőképzési program. Hanem nem. Én nem vagyok kíváncsi most. Nem vagyok már kíváncsi. Hanem arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy ennek mi az oka. A munkakörülmények, az életmód, vagy bármi egyéb. Erre kértük, ezért kértük azt, hogy erről a rendelek, illetve orvos számoljon be. És hogy miképpen lehetnek elejét venni. Nem pedig arra, hogy a Zsoldos Maria asszony milyen jó cselekedetet hajtott végre ebben az ügyben. Érte, hogy mit tudom én, most itt csoportosok is hova áll. Nem érdekel. Ha így tett, akkor jól tette. Nem érdekel. És ha megint részes van, de neked vagy, meg erre adjad a végtében kedves választ. Amit ide le van írva, nem van egyet elolvasni, ugye? Egy mondat. Azt tennék választatni. Még egyszer olvasom, általában megalapította, hogy a részvezőknek majd fele nem egy esetben, még annál se egy hányad, a kórosnak mondható, akár betesenek is nevezhető állapotban szemben, amely nem csak a munkaképesség hosszatávú megőrzését teszik kétségessé, hanem a változó életkori kilátások sem, a 70-80 évkori életkori elérését vetik előre. Erre szeretnénk választatni, hogy a már vállalt csoport ezt miképpen látja, nyilván hasonlóan, mint mi, elszomultnak látja, és mit tesz annak, mit tud annak érdekében tenni, hogy ez változzon. De nyilván csak úgy tudja megtenni, ha nem csak a munkahelyi, hanem a orvosi eljárási részével is tisztában van. Erre lett volna szükség szerintem, hogy egy orvosi termelő pár szót elmondjon a jelenlévőknek. Mert lehet, hogy ezt külön elmondta Katalin, de nekünk nem.